2021. decemberében készült egy videónk az űrutazás egy gyakran semmibe vett részéről, a betegségekről. A tudományos fikció műfajában az emberek össze-vissza utaznak világok között vagy a naprendszerünkben, heteket, hónapokat vagy akár éveket töltve az űrben, de ahogy a más bolygókon lévő vírusok lehetőségét, úgy az űrutazás hatásait is kihagyják az ilyen alkotások. A valóság gyakran kiábrándító, ugyanis a bolygónkat elhagyva pusztán csak lenni sem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Elsorvadó izmok, legyengülő szív és deformált szemgolyók, csak hogy pár példát hozzak. Az emberi test nem a világűrre lett tervezve, és hosszabb távon rengeteg minden megy tönkre bennünk, vagy legalábbis változik meg a rossz irányba. Immunrendszer, keringési rendszer, anyagcsere, szervek működése, nem beszélve a pszichológiai terhelésről. Nézzük meg, mi történik az emberi testtel a világűrben. Kezdésként nézzük meg, mi történik, ha a szó legszorosabb értelmében a világűrrel érintkezel, űrhajó, sőt űrruha nélkül. Hollywood imád túlozni ezzel kapcsolatban. A filmek egy részében azonnal, de tényleg másodpercek alatt halálra fagynak, másokban az ember vére felforr, vagy épp felrobban a test a saját belső nyomásától. Ez mind el van túlozva. A világűr valójában nem hideg, a földi értelemben vett hideg, hanem nincs hőmérséklete. Nem vesz körül semmi, ami elvonná a hőt a testettől, úgy, mint a levegő vagy a víz teszi azt. Amikor nincs közeg, aminek átadhatod a testhődet, az sugárzás formájában távozik. A test belső energiája elektromágneses sugárzássá alakul, ez viszont nagyon lassan vezet halálos kihűléshez. Ha a föld körüli pályával, azaz napföld távolsággal számolunk, a bolygónk árnyékos oldalán testmérettől és tömegtől függően 8-12 óra kell hozzá, hogy egy kemény jégcsappá fagy, míg direkt napfénynek kitéve ez lehet akár 26 óra is. A megfelelő körülmények között úgy is lebeghetsz az űrben, hogy nemhogy megfagysz, de megsülsz inkább. Minden csillagtól távol, a mély űrben is nagyjából 10 óra kell egy átlagos méretű embernek, hogy teljesen kihűljön, szóval mondjuk úgy, nem ez fog végezni veled. Ennél sokkal nagyobb problémát jelent a vákum, azaz a légnyomás vagy bármiféle nyomás hiánya. Ha hirtelen kerülsz ki a hideg, sötét űrbe, az első gondot a tüdőben lévő levegő okozza. Ha hagyod kiszökni, még egész jól jársz, ugyanis a visszatartása életveszélyes sérülést okoz. A bentmaradt levegő hirtelen tágulása olyan gyors térfogat növekedést eredményez, amit a tüdő egyszerűen nem bír ki. Olyan hirtelen kell olyan nagyot tágulnia, hogy jó eséllyel elszakad vagy kiukad valahol, ami aláírja a halálos ítéletet. Ha kidobnak a világűrbe és szinte azonnal megmentenek, az összeesett tüdő és a véredbe jutó levegő buborékok szinte biztosan végeznek veled. Viszont az űrbe kerülve és ott maradva nem ez okozza a halált. A tényleges véget az oxigén hiány okozza, de nem olyan lassan, mint víz alá merülve. Az űrben lévő vákum kiszívja az oxigént a tüdőből, vagy épp belerobbantja a mellkasüregbe. A vér alapoxigén tartalma alig 15 másodpercnyi agyműködésre elegendő, aztán jön az ájulás. Ha a földön visszatartod a lélegzeted, vagy lemerülsz a víz alá, a tüdődben még rengeteg értékes oxigén van, ami percekig el tud látni, de itt nem. 15 másodperc után elájulsz, 3 perc múlva pedig már visszafordíthatatlan agykárosodás következik be. Szintén komoly probléma, hogy alacsony nyomáson a folyadékok forráspontja drasztikusan lecsökken. Értsd ezt úgy, hogy teljes vákumban a testedben lévő bizonyos folyadékok a testhőttől képesek felforrni, ezzel komoly károkat okozva. A forrástól gázbuborékok keletkeznek a véráramban, amik elzárhatják a szervek vérellátását. A külvilággal közvetlenül érintkező folyadékok is felfornak a nyálkahártyákon, mint a szem és a száj. A tágulástól a hajszálerek és szövetek megduzzadnak, a test bizonyos részei akár kétszeresükre dagadhatnak, de nem robbannak fel. A bőr megduzzad, de olyan jól zár és annyira rugalmas, hogy nem fog sehol engedni. Mivel pár másodpercen belül meghalsz, ez már kevésbé fog fájni, de az űrben lévő radioaktív sugárzás is károsítja a szöveteket. Bár elég durván hangzik, de a 60-as években csimpánzokon tesztelték, hogy mennyit bír ki a test vákumban. Ha nem tartod vissza a levegőt, hanem hagyod kiszökni a tüdődből, 3, maximum 3,5 perc az, amíg minden kár visszafordítható, és ha ez alatt kimentenek, valószínűleg túléled. Most pedig jöjjön a videó eredeti felvetése, azaz, hogy mi történik egy hosszú, több hónapos űrutazás alatt. A világűr testre gyakorolt hatásának vizsgálata meglehetősen új keletű. Míg több millió, ha nem milliárd munkaóra ment el különböző meghajtások és hajótestek fejlesztésére az elmúlt 100 évben, addig az úgynevezett űrorvos tudomány gyerekcipőben jár.
Már az első földet elhagyó orosz és amerikai küldetések is foglalkoztak a kérdéssel az 50-es évek legvégén, de adatok hiányában egyszerűen nem tudtak mit tenni. A lehető legszívósabb és legjobb egészségügyi állapotban lévő jelölteket választották. A megfelelő adatgyűjtés a 2005-ben megszülető Human Research programmal indult el Érdemben. Az egyik legnagyobb ugrást az úgynevezett Twin Study, vagy ikertanulmány jelentette, amikor is egy egypetélyű asztronauta ikerpár egyik tagja több mint egy évet töltött a nemzetközi űrállomáson, míg másikuk a Földön maradt. A kint töltött egy év után egy 10 országból szerveződött kutatócsapatnak lehetősége nyílt közel azonos szervezeteken összehasonlítani az űrben töltött idő hatását. Azóta számos egyéb új tanulmány jelent meg, összesen körülbelül 56 hazatért asztronauta változásait vizsgálva. Csak tavaly novemberben 19 ilyen lett publikálva. Az első legnagyobb probléma, ami egy hosszabb úton érhet minket, az a sugárzás. A radioaktív sugárzás fajtáiról már nem egy videónkban esett szó, de a világűrben egészen másfajta sugárzás típusok is érnek minket. A kozmikus sugárzás alatt nem ionizáló elektronokat vagy elektromágneses hullámokat, hanem elektronjuktól megfosztott, közel fénysebességre gyorsított protonokat és atommagokat értünk. A földi átlagos sugárdózis 5%-a a világűrből érkezik, az alacsony föld körüli pályát elhagyva pedig ez egyre nagyobb problémát jelent. A Földön és a Föld körül tapasztalt űrből érkező sugárzás legnagyobb része a napunkból ered, de a galaxis és az univerzum minden egyes csillaga bocsájt ki magából ránk veszélyes, magas energiájú részecskéket vagy gamma sugárzást. Az alacsony föld körüli pályán bolygónk mágneses mezeje még megóv minket ezektől. A nemzetközi űrállomáson így például nem kell ezzel foglalkoznia a NASA kutatóorvosainak, de egy marsi úton már egyáltalán nem elhanyagolható. A napkitörések és távoli galaxisok sugárzásainak hatását egy messzebbre történő utazás esetén 50 és 2000 millisievert közé teszik. 500 millisievert az önkénteseknek megengedett határ egy nukleáris katasztrófa elhárításának esetén. Az űrutazókat elérő mennyiség, amennyiben nincsenek megfelelően védve, okozhat hányingert, étvágytalanságot, csontvelő, nyirokcsomó és lépkárosodást, a legyengült immunrendszer miatt súlyosabb fertőzéseket, és persze egy életre megnöveli a rák kockázatát. Ezek súlyossága és az ezekre való fogékonyság életkor, nem testfelépítés és genetikai alapon is eltér, de a nagy távolságú űrutazás jelenlegi egyik legnagyobb mérnöki problémájának tartják. Jelenleg is zajlik a kutatás, hogy hogyan védjék meg az asztronautákat és magát az űrhajót is, például egy marsi utazás során, ami legalább egy év a Föld mágneses védelmén kívül töltött időt jelent. A sugárzás melletti másik nagy probléma a súlytalanság, amit már a nemzetközi űrállomáson tartózkodók sem tudnak elkerülni. A filmekben sokféle megoldást látunk a mesterséges gravitációra, de a valóságban egyelőre nincs ilyen eszköz. Mindenki, aki elhagyja a Földet, úgynevezett mikrogravitációs környezetben találja magát. Testünk nem erre lett tervezve, rengeteg minden kezd el változni bennünk a negatív irányba, olyan szinten, hogy bizonyos részeink egész egyszerűen elkezdenek elsorvadni, ami persze visszafordítható a hazatérés után. A világűrbe kilépve már rövid utakon is jelentkezik az úgynevezett űrbetegség vagy adaptációs szindróma, ami az űrutazók körülbelül felét érinti. Ez az utazási betegség teljes ellentéte, és az okozza, hogy az egyensúlyérzékelésünk szerint nem vagyunk mozgásban, miközben a szemünk szerint igen. Ez történik akkor is, amikor valaki rosszul lesz viározás közben. A hányinger, szédülés, fejfájás, általános rosszulét kizökkenti az űrhajósokat, csökkenti a koncentrációt és a teljesítményüket, ezzel veszélybe sodorva saját magukat és a küldetést. Túljutva a kezdeti adaptációs problémán, testünk elkezd hozzászokni a kevésbé megterhelő környezethez, és fizikailag leépül. A földi általános terhelés hiányában csökken a keringési rendszer és a légzőszervek teljesítménye, az izmok és a csontjaink is elkezdenek gyengülni. A csontsűrűség 1,5%-át is elveszíthetjük havonta, ami komoly gond az olyan űrhajósoknak, akik fél vagy akár egy évet töltenek odafent. A saját súlyunk megtartása nélkül a Földön álláshoz használt láb és hátizmok is zsugorodni kezdenek. Tömegük akár 20%-át is elveszíthetik az első 10 nap alatt a megfelelő edzés és testmozgás nélkül. A súlytalanság következtében megváltozik a test folyadékeloszlása is. Az érrendszerünk úgy alakult ki, hogy a gravitáció lefelé húzza a testünkben lévő folyadékokat, így annak eltűnésével az a fejben és a test felső részében gyűlik össze. Ez az arc puffadásához és egyéb kellemetlen mellékhatásokhoz vezet, de ennél is problémásabb a vérünk eltűnése.
A gravitáció iránymutatása nélkül a vér máshogy jut el a szívünkhöz, megemelkedik a vérnyomás, és idővel kevesebb vérplazma és vörös vérsejt képződik. A testünkben található vér mennyisége akár 22%-kal is lecsökkenhet, a kevesebb pumpált vér pedig a szívizmok gyengüléséhez és leépüléshez vezet, pont mint a terhelés nélkül maradt más izmaink. Ezek a problémák a Földre visszatérve jelentenek valódi problémát, de a Marsra fél év utazás után odaérve sem lenne sokkal jobb a helyzet. Amikor a gravitációtól elszakadt test újra a felszínre ér, megfelelő segítség nélkül az asztronauták alig tudnak lábra állni, a vérnyomásuk veszélyesen lecsökken, nem jut elég vér az agyukba a legyengült szív miatt, és bármikor elájulhatnak. A súlytalanság hatással van a szemre is, ugyanis látószervünk idővel ellaposodik. A 6 hónapot fenntöltő űrhajósok 50%-ánál jelentkezik probléma a közeli vagy távoli látással, és volt, akinek több mint egy évig fennállt a hazatérés után is. A szem laposodásának oka a folyadékeloszlás változásából ered. Mivel több testnet kerül a fejbe, megnő a koponyaűri nyomás, és a duzzadt szövetek nyomják össze a szemgolyónkat. További érdekes változások, hogy a csontjaink el tudják érni teljesen kinyúlt állapotukat, és átlagosan 2,5 centivel megnő a testmagasság. A talpon lévő bőr a használat hiánya miatt meg tud újulni, és friss, puha bőr keletkezik az űrhajósok lábán. A súlytalanság utolsó hatása a Földre visszatérve jelentkezik, ez pedig a koordináció elvesztése. Gyerekkorunkban a legtöbb mozgást úgy tanuljuk meg, hogy rutinná válnak a mozdulatok. Az agyunk megjegyzi, milyen erőkifejtés kell a járáshoz, egy ajtó kinyitásához, egy bögre felemeléséhez, szó szerint mindenhez. A hosszú mikrogravitációban a test annyira hozzászokik az ottani körülményekhez és súlyokhoz, hogy vissza kell szoknia a földi mozgás koordinációra. Kis túlzással újra kell tanulni a mozdulatok erejét és az egyensúly megtartását, de olyan szinten képzeljétek el ezt, hogy még a szemmozgató izmok reflexei is rosszul működnek a leszállás után, és az űrhajósok van, hogy elrontják, mikor valamire hirtelen oda akarnak nézni. Végül a fiziológiai problémák mellett itt vannak a pszichológiai problémák. A szűk helyen töltött hónapok, az érzés, hogy bármi baj történik, az életükbe kerülhet, a szabadidős tevékenységek hiánya, valamint a nyelvi és kulturális különbségek mind-mind megterhelők mentálisan. A felborult nappal-éjjel ciklusok jelentősen rontják az alvás minőségét, de még az időjárás és az évszakok változásának hiánya is hat a megfelelő alvásra. A legnagyobb pszichológiai terhelést viszont a folyamatos stressz jelenti. A felsorolt problémák mind a stresszhormon nagyfokú és tartós emelkedéséhez vezetnek. Ennek egyik következménye az immunrendszer gyengülése, ami fogékonyabbá teszi az űrhajósokat a fertőzésekre, és számos nem várt hosszú távú következménye lehet, amiket máig kutat az orvostudomány. A folyamatos stressz növelheti az érrendszeri betegségek és a rák kockázatát, szociális elszigetelődéshez, folyamatos fáradtsághoz, levertséghez és a koncentráció romlásához vezet, rontja az ítélőképességet, és étvágytalanságot okoz, ami talán a legfontosabb. Az űrhajósoknak muszáj magukba erőltetniük a tápanyagokat, hogy a lehető legjobban visszafogják testük amúgy is súlyos leépülését. Mindezek után ti bevállalnátok egy hosszabb utat? Mára ennyit a 10-es listáról. Lájkolj minket, és ne felejts el feliratkozni csatornánkra, hogy mindig elsőként értesülj a legújabb tartalmakról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.